Sikeresen kiváló eredményekkel zárult a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum által szervezett 16. országos multidisziplináris tantárgyverseny. A 9-12. Osztályos diákok Erdély számos városából érkezve mérték össze tudásukat 12 kategóriában. 17 erdélyi városból, 31 középiskolából érkező 226 magyar nyelven tanuló diák mérte össze tudását a hétvégén a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum által 16. alkalommal megszervezett országos multidisziplináris tantárgyversenyen. Házigazdaként Hajdu Zoltán, az intézmény igazgatója köszöntötte a diákokat és nyitotta meg a vetélkedőt szombat reggel, ezután került sor az írásbeli próbákra. A tanulók 12 területen mérettették meg magukat: általános természet, földrajz, anatómia és élettan, angol nyelv, hőtan és elektromosságtan, magyarság történelem, mechanika, növény és állatbiológia, programozás, alkalmazói számítógép ismeret, szerves kémia, társadalom, földrajz és üzleti tervek. Én úgy érzem, hogy egy sikeres rendezvény volt, sőt kiemelném azt, hogy volt egy-két év, amikor azzal küszködtünk, hogy az országos tantárgyversenyre a minisztérium által megadott, megengedett számú diák nem jelentkezett, tehát megyék szempontjából. Az idén ez a helyzet megváltozott teljes mértékben, a 226 helyre komoly megyei szelekciót kellett végezni, mert valami 360 körül volt a jelentkezők száma. A tantárgyverseny díjkiosztó ünnepségére még aznap este sor került. Minden kategóriában dicséreteket, illetve első, második és harmadik helyezést osztottak ki. Tonk Márton, a vetélkedő központi bizottságának elnöke beszédében hangsúlyozta, a diákoknak elsősorban saját magukat kellett legyőzniük. Én azt ajánlom és azt tanácsolom mindannyiótoknak, hogy ezt a kérdést tegyétek fel a mai díjkiosztó után, attól függetlenül, hogy díjba részesültetek vagy nem részes, azt a kérdést tegyétek fel, hogy az én magam szabtam határaimat sikerült elérnem, vagy nem sikerült elérnem, és ennek alapján tudjátok megállapítani azt, hogy igazán győztesek vagytok, vagy sem egy ilyen tartalmas és hosszú vetélkedő után. Ameddig ilyen eredmények és tehetséges fiatalok vannak Erdélyben, addig van magyar jövő is, folytatta a kolozsvári Szapiencia MT rektora, egyben reményét fejezve ki, hogy a tanulók minél nagyobb arányban fogják itthon az erdélyi egyetemeken folytatni tanulmányaikat, ezzel is gazdagítva a magyar közösséget és annak értékeit.